Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm a Magyar Művészet lapszám bemutatóinak vendégeit, résztvevőit. Rég találkoztunk, és most a Magyar Művészet júliusi és szeptemberi lapszámait egyszerre fogjuk bemutatni, és egyszerre fogunk beszélgetni a fotóművészetet, illetőleg az építőművészetet a középpontba állító összeállításokról. Mielőtt még rátérnék a lapszámok jellemzésére, rövid bemutatására, bemutatom az asztalnál helyet foglalókat, akik elfogadták a meghívást szerzőként, és velük fogok beszélgetni a lapokról, illetőleg az írásaikról. Csanádi Bognár Szilvia, egyetemi docens, fotóművészet történészként mutatkozott be nálunk, egyébként művészet történész, esztéta, filozófus. Turi Attila, akadémikus úr, az MMA alelnöke, építész, és Ferenc Marcell, akadémikus, szintén építész, és szintén szerzője az építőművészeti lapszámnak. Már megszokott, hogy a magyar művészet számai mindig egy-egy tematika köré szerveződnek, de a témákon kívül is bőségesen tartalmaznak írásokat. Én abban bízom, hogy ahogy most már az én főszerkesztésemmel is két esztendeje, a lap szerkezete is némiképpen átalakult, annak a törekvésünknek mindinkább eleget tudunk tenni, hogy a kortárs művészeti jelenségeknek az egészére irányítsuk a figyelmet, hiszen az egész egyetemesen átfoghatatlan és befogadhatatlan, ugyanakkor a legfontosabb problémák hitünk szerint mégiscsak exponálhatóak, és ki lehet ezeket dolgozni. És így voltunk azért a fotoművészet és az építőművészeti összeállítással is, hogy lehetetlen egy-egy lapszámban számot adni arról, hogy milyen fotoművészeti vagy építészeti trendek, tendenciák, szemléletmódok uralkodnak ma, és egyáltalán milyen hagyományok összegződnek abban, ahogy ma a fotót és az építészetet vizsgáljuk, és ahogy a jelenségeikkel szembesülünk. De időről időre vissza fogunk térni ezekre a témákra, és mindig új és új szerzőket is igyekszünk megszólítani. Mielőtt az egyes számokra rátérnénk, engedjék meg, hogy átadjam a szót Turi Attila alelnök úrnak, aki általánosságban a lapról és a Magyar Művészeti Akadémia fontos eseményeiről fog néhány szót mondani, annak kapcsán, hogy óriási megtiszteltetés számunkra, hogy az új lapszámnak meg tudtuk nyerni Frany Tamás, az akadémikus urat, az MTA elnökét, és ő egy nagyon izgalmas előadásában arról értekezik, hogy a művészi és a tudományos gondolkodásmód e kettő kapcsolata immáron az egyetemes gondolkodás történetben óriási szakirodalomra tekint vissza, de hogy ez a kettő miként előföltételezi egymást, és miként egészíti ki egymást. Köszönöm szépen. Igen, fontos eseménynek tartom azt, hogy a Tudományos Akadémia Művészeti Estéken Frany Tamás bevezetőjében a tudomány és a művészet és a hit hármasságáról beszélt. Tehát a szellemi életünk teljes ívéről. És ez a kapcsolat, ami kezd kialakulni a Tudományos Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia, ami, ha tetszik, a Magyar Tudományos Akadémiának egyfajta kisöccse, hát azért mégiscsak 10 év és 100, meg nem mondom, de sok év. Tehát mi mindig nagy tisztelettel és nagy odaadással nézzük a Magyar Művészeti, vagy a Magyar Tudományos Akadémiát, és ennek egy talán kézzelfogható következő lépése az lesz, hogy a Magyar Művészeti Akadémia elhatározta, hogy regionális szervezeteket hoz létre. Győrben, Veszprémben, Szegeden, Pécsen, Kecskeméten vagy Szolnokon, vagy a kettős szerepbe, Miskolcon és Debrecenben, tehát 7 szervezetet, ezek gyakorlatilag kapcsolataik révén nyilván egy miskolci szervezet átnyúlik Kassára, Felvidékre, nyilván egy szegedi, az Bácskába, stb. Nem sorolom a dolgot.
és ezeknek a bázisai az előzetes megegyezések alapján 5 olyan helyszínünk van, ahol a Magyar Tudományos Akadémiának van telephelye, székháza. És ebbe a két elnök úr megegyezett, hogy megosztanánk az erőforrásokat, és ahol nincs, ott pedig mi szerzünk valamilyen fajta infrastruktúrát, és amennyiben a Tudományos Akadémia ott kíván egy ilyet csinálni, akkor együtt tennénk. Ugye egy furcsa szituáció Magyarország, nem menjünk bele a történelembe. Vízfejű fővárosnak szokták mondani, tehát ilyenfajta aránytalanság talán máshol nem annyira jellemző nekünk, hát ez jutott tisztelettel. Az biztos, hogy egy ilyen országos köztestületet, mint a Magyar Művészeti Akadémia Budapesten lehet megindítani. Ez nem kérdés, ez egyszerű. Így működik a dolog, de 10 év után úgy gondoljuk, hogy ezt ki kell tudni terjeszteni ezekre a regionális központokra. Hisz az ott kapcsolatokkal rendelkező akadémikusok, illetve amire nagyon számítunk a köztestületi tagjaink, tudnak olyan kapcsolatokat kiépíteni, ők ismerik a helyi embereket, azokat a sokszor rejtőzködő zseniket, akik egy konyhaasztalon elképesztőt csinálnak, de nem jelennek meg, nincsenek a nyilvánosság elét, és szeretnénk őket megszólítani, bevonni ebbe az életbe, és segíteni abba, hogy részben regionális megmutatkozásokat tudjunk csinálni. Ez nem volt egy szép mondat. Szóval tehát, hogy kis infrastruktúrával, támogatással programok jöhessenek létre, ezek a programok elkerüljenek más központokba, vagy akár ide a Vigadóba, illetve itt lévő programjaink is el tudjanak Szegedre és máshová jutni. Mindig az az érzésem, de ez valószínűleg az én személyes hibámból és hiányosságomból adódik, hogy kicsit, hogy mondjam, tékozló művészek vagyunk. Megcsináljuk a kiállítást, borzasztó nagy infrastruktúrával, ráfordítással, egyéb ilyenben, aztán utána a tablók, a képek valahol egy raktárba ott állnak. Normál esetben, hát ezeket körbe kéne vinni, hát vélhetőleg ezek értékek, és saját magamra is mondom, tehát 2 éve volt itt kiállításom, amit most itt kiállítást látnak, ezt mind a 2 termet megtöltötte a dolgaim, meg a cégemnek a dolgai, azóta is egy raktárban vannak. Mert kutyafülű vagyok, mert mi letudni szeretjük a dolgokat, mi virtusból szeretjük ezt csinálni, hogy megcsináltuk, aztán utána semmi. Úgyhogy tisztelettel ezt szerettem volna elmondani ez a köszöntő kapcsán, hogy ez részben számomra egy nagyon felemelő pillanat volt, hogy elnök úr egy ilyen átfogó képet, egy ilyen átfogó és gyönyörű ívet mondott tudományról, művészetről és hitről, ezeknek a kapcsolatáról, a kiegészítéséről, és hogy mivel tudunk elmenni a falig, és mivel a fal után. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen alelnök úrnak. A szavait Turi Attila egyébként a Magyar Művészet folyóirat szerkesztőbizottságának tagjaként is jelen van, és ebbéli minőségében is meg fogom szólítani majd hamarosan. Viszont az előzetes forgatókönyv alapján először Csanádi Bognár Szilviához fordulok, és ha megengedi, 2 témát beszéltünk meg, amelyeket érinteni fogunk, de megfordítanám a sorrendet logikailag, hiszen a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia kapcsolatáról ejtett szót alelnök úr, és valóban, amit úgy nevezhetünk, hogy művészettudomány vagy művészetelmélet, bár a kettő nem éppen ugyanaz, az valamiképpen a Magyar Művészet folyóiratnak mégiscsak a lényegét adja, ugyanakkor a Magyar Művészeti Akadémia a folyóirat kiadója, és itt rögtön fölvetődik az az elméleti kérdés, hogy hogyan lehet a művészetről írni, milyen írásmódok, milyen beszédmódok alakultak ki évszázadok, vagy akár csak ha a 20. századot nézzük, akkor az elmúlt bő 1 évszázad során, amelyek tulajdonképpen semmi más célt nem tűztek ki, mint hogy a művészetet a közönség, a befogadók,
a kulturális emlékezet, a kulturális közösség számára értelmezhetővé tegyék, ahogy ezt az elméletírók mondani szokták, a közösség életére lefordítsák a kánont és a kánon értelmezését. Ez a fajta művészeti írás, művészeti szakírás, aminek a művészettudomány egy szűk szelete, de tulajdonképpen a művészetkritika a másik végpontja. Ez hogyan áll ma napjainkban? Mennyire tölti be hivatását, hogy a művészetet, az élő művészetet a közönséggel összekösse, és közel vigye, és megértesse? Mennyire tartózkodik ettől, illetőleg, hogy a képzésben, az egyetemi oktatásban milyen szerepet tölt be ez a bizonyos művészeti szakírás, és azért kérdezem erről Szilviát, mert ő a Tomori Pál Főiskolán egyetemi docensként ezt oktatja, tehát van egy tapasztalata a hallgatók részéről, van egy tapasztalata a művészet tudományos értekezések és a tudományos diskurzusok oldalán, és ezt a tapasztalatot én azt gondolom nem lehet elégszer elismételni. Az én tapasztalatom az, hogy nem állunk túl jól egyébként ezen a területen. Köszönöm szépen, egy apró hibajavítással kezdem, hogy nem egyetemi docens vagyok, hanem főiskolai docens. És valóban nagyon fontos kérdésnek találom ezt a művészeti írásnak a problémáját, önmagában az írásnak a problémáját is, és egyébként furcsa módon, remélem, hogy a beszélgetésben majd erre is ráterelődik a szó, a fotográfiának a kérdésével is nagyon erőteljesen összefügg ez a probléma. Azt kell látnunk, hogy az a világ, amiben élünk, az egyre jobban elszakad az írástól. Ez nagyon régóta a kultúraelméletnek a kiemelt problémái közé tartozik, de mondjuk a 90-es években, amikor Magyarországon először elkezdtünk szembesülni ezzel a szakirodalommal, meg magával a helyzettel, hogy egy olyan világban élünk, amelyik hihetetlen mennyiségű képpel lát el bennünket, akkor még tudtuk félvárról venni ezt a problémát, és tudtuk azt a fajta magyarázatot adni az írásnak a háttérbe szorulására, amit a média elmélet általában szokott, amikor egy új médium vezetőszerepbe kerül, vagy egy új médiumnak hirtelen nagy lesz a jelentősége, hogy a régi médiumoknak nem szokása eltűnni, hanem csak átstruktúrálódik a szerepköre. Tehát például a rádiónak a szerepe is megmaradt, hiába lett televízió, meg hiába lett mozizás, csak máshogyan hallgatunk rádiót, nem üljük körbe a nappaliban, a politúros rádiót, hanem autózás közben hallgatjuk. Na most az írással kapcsolatban is volt egy ilyen könnyed várakozás, hogy hasonló dolog történik, de azt gondolom, hogy aki ma találkozik tizenévesekkel, vagy 20 évesekkel, tanít esetleg 20 éveseket felsőoktatásban, az nagyon erőteljesen tapasztalja, hogy az íráshoz és az olvasáshoz való viszony megváltozott. És ez most már letagadhatatlan, hogy megváltozott. Nem csak arról van szó, hogy a szövegalkotási készség változik, hanem egyszerűen az írás technika, amit úgy hívtunk, hogy betűvetés, az is nehézséget okoz egy tizenévesnek. És ezt még mindig el lehet úgy odázni, hogy nem olyan vészes helyzet, hiszen ott van a klaviatúra, és akkor majd begépeli, meg a Word megoldja, meg a helyesírás ellenőrző megoldja. De együtt jár ez azzal a problémával, hogy a szövegértésnek a készsége is változik, és ezt mindenféle mérés mutatja, ami általános iskolások, középiskolásoknak a készségeit méri, hogy bizony nagyon jelentős változással állunk szemben, és ezt tapasztaljuk egyébként a felsőoktatásban is. És ez arra a következtetésre engedi az oktatókat, hogy ha művészetet oktatunk, akkor nem elegendő művészetet oktatni, hanem egy csomó minden mást kell oktatni, hogy még érthetővé váljon a művészet. Hogyha olyan szakembereket akarunk képezni, akik utána művészetről írnak, akkor meg kell tanulniuk írni ennek a fogásait. Retorikai értelemben, meg nyelvhelyességi értelemben, meg nagyon sokféleképpen. És együtt jár egyébként még egy másik jelenséggel, ami viszont egyértelműen az internettel együtt jelentkezett, hogy borzasztóan népszerűek azok a vlogok, azok a podcastok, amik művészetről szólnak.
Az internet kiderítette azt, hogy az emberekben van egy alapvető ilyen művészetészség, vagy sikkes dolog, divatos dolog hobbiként foglalkozni művészetértéssel, és ennek megfelelően az a fajta befogadókészség, ami erre irányul, az nem pusztán írás alapú és olvasás alapú szintén, hanem szöveg, a szövegek áttevődnek a beszédre, beszéd alapú és videó alapú. Úgyhogy azt gondolom, hogy az ilyen képzéseknek egyre inkább számot kell vetni azzal is, hogy nem pusztán az írást kell tanítani, hanem az, hogy vannak más módszerei a művészet közvetítésnek, amik beszéden keresztül, amik mozgóképen keresztül történnek, és ez is egy nagyon fontos terület. És ez egy másik dolgot is bevon a gondolkodásba, hogy a művészetkritikának, vagy a művészeti szakírásnak egy ilyen mellékes területe volt a népszerűsítő művészeti írás. De látszódik, hogy ez nem teljesen így van most. Tehát, hogy megvan az a közönség, aki kész van rá, hogy ez egy fontosabb területté lépjen elő, és a népszerűsítő művészetértésnek igenis jelentősége van. Most játszunk el azzal a gondolattal, hogy tapasztaljuk. A művészet az egy olyan tevékenységi forma, amely az emberiség létezéséhez kötődik, ezért művészek mindig lesznek, műalkotásokat mindig elő fognak állítani. Na de mi történne akkor, hogyha eltűnne az a diskurzus, az a közbeszéd, amely a műalkotásokat övezi, ha nem írnának művészetről? Lennének festők, lennének képzőművészek, gyönyörű installációkat készítenének, de senki nem elemezné őket, és nem is tanítanák. Lennének írók, de nem lennének irodalomtörténészek, nem lenne irodalomtudomány, kultúratudomány se nagyon, lenne építészet, de nem beszélnénk az építészetről, csak bemennénk az épületekbe és kijönnénk, használnánk őket, de nem gondolkoznánk erről. Mi történne akkor a művészetekkel? Hát azt gondolom, hogy volt egy író, aki ezzel a gondolattal eljátszott, úgy hívták, hogy Hermann Hesse, és írt egy fantasztikus könyvet Üveggyöngyjáték címmel, amire én azt szoktam mondani a bölcsész hallgatóknak, hogy ez a bevezetés a bölcsészetbe című tankönyv. Aztán nem biztos, hogy komolyan veszik és elolvassák, de minden esetre megvan lebegtetve számukra, hogy érdemes elolvasni. Ott ő eljátszik azzal a gondolattal, hogy a tudomány eljutott egy ilyen végpontra, és a továbbiakban nem kutat, mert minden lényegeset feltárt, hanem tárcairodalmat gyárt, szórakoztat. És amikor ez megbukik, ez az elmélet, akkor jön létre az a mikrotársadalom Kasztália, ahol elkezdenek az üveggyöngyjátékkal foglalatoskodni ilyen szerzetesi körülmények között élő tudósok, akik szintén nem új felfedezéseket akarnak létrehozni, hanem értelmezni akarják azt a kultúrát, amit a korábbi évszázadok létrehoztak. Tehát én azt gondolom, hogy ha bármiféle bölcsészeti kutatásnak van értelme, akkor az éppen ennek az őrzése, hogy tudjuk még értelmezni, amit a korábbi évszázadok megteremtettek, és hát a kánonképzésnek is, amiről egyébként meg a mai világban annyi szó esik, épp ez a lényege, hogy mindenki, aki ebben a szakmában valamilyen módon részt vesz, akár művészként, akár műkritikusként, akár oktatóként, akár szerkesztőként vagy íróként részt vesz, az részt vesz egy kánonképző folyamatban, hogy kik azok, akik előtérbe fognak kerülni, kiknek a nevét őrzi meg mondjuk a tankönyv, vagy az irodalomtörténet, vagy a művészettörténet, és az értelmezés nélkül egyszerűen nem működik. A műkritikai írással kapcsolatban azt nagyon régóta emlegetik, hogy ezen a területen is egy nagy átalakulás történik, hogy egyre kevésbé a kritikáról szól. Egyre kevésbé mondja ki a kritikus, hogy ez jó mű, a másik pedig kevésbé jó mű. Hanem sokkal inkább értelmez. És azt gondolom, hogy erre a folyamatra valahol szükség van, mert az értelmezés az ítéletnek az előszobája. Tehát, hogy ezt valahol nem lehet megúszni. És ezen a ponton át is térhetünk már a fotóművészetre, hiszen talán a leginkább az irodalom és a fotó az a két művészeti ág, ahol a korunknak a mediális átrendeződése tetten érhető. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy a szövegek inflálódásának vagyunk a tanúi, hiszen ha szép irodalmat kevesebben olvasnak klasszikus értelemben,
összességében sokkal többet olvasunk ma, és mindenki sokkal többet olvas ma, mint valaha. Na most ez még inkább igaz a képi fordulat utáni univerzumra, hiszen mindenki készít fotókat, rengeteg fotó, publikációt is kap, akár az interneten, akár másutt. Nehezebb-e a fotóművészethez közeledni teoretikusként ma, mint bármikor? Ugye a spektákulum és a szimulákrum világában élünk, ahogy a tanulmányában is ezt említi. Hogy lehet akkor rendet vágni? Rendet tudunk-e még vágni a képi fordulat utáni valóságban? Hát ez egy nagyon összetett kérdés. Azt gondolom, hogy a fotó nagyon sajátos helyzetben van ebben a folyamatban, amihez most megpendítette ezt a két fogalmat, a spektákulumot meg a szimulákrumot. Hogyha ilyen blikfangosan akarnék fogalmazni, akkor azt szeretném mondani, hogy a fotográfia ennek a történetnek az almája a teremtés történetben, vagy ez most képzavaros volt, de hogy a Ádám almája. Tehát, hogy egyfajta bűnbeesésnek a helyzetét hordozza a fotográfia, abban az értelemben, hogy az a fajta képözön, amit itt emlegettem az előbb, és ami az írás inflálódásának az eredménye, vagy amit hozott az írás inflálódásával, az a fotográfia feltalálásával kezdődött. Ezt tudjuk mindannyian, akik valamennyire foglalkoztunk kultúraelmélettel, hogy egyszerűen a technikai sokszorosításnak a lehetősége, az létrehozta azt a lehetőséget, hogy olcsón, gyorsan és egyre jobb minőségben hihetetlen mennyiségű kép lepjen el bennünket. Na most ez a kultúra elméletben egyfajta narratívája a fotográfiának. Egy másik fajta narratívája lehet az, és voltak éppen a kettő azért összefügg, hogy a fotóban óriási lehetőség van, hogy nagyon erőteljes hatást fejtsen ki, adott esetben nagyon erőteljes társadalomkritikát gyakoroljon. Ez pedig azért lehetséges, mert hogyha kimondom azt a szókapcsolatot, hogy kortárs művészet, akkor lehet, hogy nem fogok rajongó táborra találni. Hanem azt kell, hogy mondjuk, és mondjuk egy ilyen közegben ezt nehéz kimondani, de így van, hogy a kortárs művészettől félnek az emberek. Még mondjuk egy olyan terepen is, ahol művészettörténész hallgatókkal találkozik az ember, amikor a kortárs művészet kurzusra jönnek, akkor érzem rajtuk, hogy meg vannak illetődve, hogy fogom-e ezt én érteni. És eléjük teszek mondjuk egy monokróm képet, és abszolút jogosan, mert így működik a monokróm kép, megkérdezik, hogy mit kell nézni. Na most a kortárs művészetnek ez a helyzete nem csak a képzőművészetben van így, lehet, hogy a képzőművészetben kifejezetten borús, de azt gondolom, hogy a kortárs irodalommal, a kortárs zenével, operával kapcsolatban pontosan így van. Van azonban néhány olyan művészeti ág, aminek némiképpen könnyebb a helyzete, és ezek jellemzően éppen a technikai sokszorosítás során létrejött művészeti ágak, mint mondjuk a film, vagy éppen a fotó. A filmmel kapcsolatban olyan gondolkodók, mint például Mark Fisher, megpendítették azt, hogy képes a film bevonzani a közönség soraiba olyan nézőket is, egy kvalitásos film, amelyik egyébként, ahol egyébként olyan nézők vesznek részt, akik különben mindenre beülnének. Tehát nem kifejezetten céljuk az, hogy kiváló alkotást nézzenek meg, hanem a számukra a tömegkultúra által kínált anyagot szépen végignézik a moziban, vagy a fogalma sincs milyen szolgáltatónak a kínálatából. De hogyha véletlenül rátalálnak egy olyan alkotásra, és vannak olyan műfajok, ahol kifejezetten jellemző ez, mondjuk a nagyon minőségi akciófilm, vagy a nagyon minőségi sci-fi, akkor egyszerűen nem tudnak elmenni komoly filozófiai, komoly társadalomkritikai kérdések mellett, muszáj, hogy elgondolkodtassa őket. És a fotóban ugyanez a lehetőség, én azt gondolom, hogy benne van. És akkor tanulmányának központi témája a staged fotográfia. Mit jelent ez, és miért olyan fontos, vagy miért játszik kulcsponti szerepet, akkor, hogyha a mai kortárs fotoművészetről beszélünk? Igen, hát a staged, vagy úgy is szokták mondani, hogy szenírozott fotó, beállított fotó, ugye azt jelenti, hogy nem a pillanatnak a véletlenszerűségében születik a fotográfia, nem arról van szó, hogy mondjuk járja a várost a fotós, és akkor időnként kattingat,
hanem komoly előkészítő munka előzi meg ezt a fajta fotózást, ahol az egész környezet, a szereplők, a szereplőknek a ruhái, a sminkje, az összes kellék ki van találva, gyakorlatilag olyan pontossággal, mint ahogy egy filmrendező a film felvétel előtt kitalálja, hogy hogyan kell kinéznie az egyes jeleneteknek. És nagyon sokszor a stage fotográfinak az alkotói úgy is vesznek részt ezen a fotózáson, mint egy rendező. A legismertebb ezek közül egy sztárfotós, Gregory Cruzon. Ő kifejezetten látható is az interneten sok olyan fotó, ahol a munkáját mutatják, mint egy rendező, kívülről, daruskocsiról nézi, hogy kinek hol kell szerepelnie a képen, és nagyon hosszú időt és nagyon sok költséget emészt föl, ahogyan egy-egy fotója készül. Viszont az eredménye az egy narrativitást erőteljesen mozgató kép lesz, aminek az előzményét, a következményeit mind a nézőnek kell kitalálni, és ez borzasztó erőteljes hatással szokott lenni a nézőkre. Na most pont ez az átjárás, amit az előbb próbáltam felvázolni, hogy a fotográfia ugyanúgy részt vesz a tömegkommunikációban, a fotográfia részt vesz a populáris kultúrában. Ez nagyon erőteljesen megjelenik a stage fotográfiában, hiszen utalások történnek az ilyen beállított fotókban olyan tömegkommunikációs jelenségekre, mint az előbb említett filmtípusok, mondjuk a sci-fi, vagy a krimi, akár egy erotikus film, vagy akár a detektív jelenetek. És ezeknek a kibontása utána a nézőnek a feladata. Most ebben a szövegben én olyan művészeknek az alkotásait gyűjtöttem össze, akik a jelenkornak a társadalmi problémáira reflektálnak, méghozzá az utópiának vagy a disztópiának a műfaján keresztül. És az érdekelt, hogy abban a korszakban, amit mondjuk legkönnyebben és leginkább közszájon forgón a válságok korának lehet nevezni, abban hogyan látják az ideális társadalomnak a lehetőségét. És hát az eredmény az nagyon elgondolkodtató lett, hogy leginkább az emberi boldogságot azt izolált boldogságként látják. Mondjuk Kassa Gábornak a felvételein, ahol nagyon rideg, építés alatt álló házaknak a környezetében szürke falak között jelennek meg a szereplői. Nagyon intenzív színű ruhákban és intenzív érzelmi életet élve. Teljesen egyértelmű, hogy a külső világnak a szorítására egy olyan választ adnak az emberek, ami egy ilyen individuális lázadás, vagy nem tudom, az érzelmeknek a nagyon személyes megélése. Minthogyha az ideális világ az nem egy szociálisan, nem egy közösségi szempontból kiépíthető ideális világ lenne, hanem csak személyesen megélhető. És hogyha ezt az egészet az internetre és az internet használatra vetítjük ki, akkor valami nagyon hasonló történik, és azt gondolom, hogy ez mindenkinek a teremben személyes tapasztalata, hogy amikor internetet használunk, akkor az egy személyes jelenlét. És ezt tudjuk, hogy amikor egy szobában sokan vannak együtt, és mindenki görget, akkor valójában a valóságban egy izoláció történik. Tehát, hogy egymástól távolabb kerülnek azok a szereplők, viszont belekerülnek az internetnek a terébe, ami értelmezhető egy ilyen vágytérként, egyfajta utópiaként, ahol a magunk valóságával párhuzamosan egy másik valóságot építünk, egy másik valóságnak a résztvevői vagyunk. Nem akarom rabolni az időt, hogy itt minden alkotóra kitérjek, de azt gondolom, hogy ez borzasztóan elgondolkodtató, hogy utópia-e még az, amit nem közösségi szinten tudunk elgondolni, hanem ilyen személyesen kiépíthető szinten. Köszönöm szépen, és mindjárt egy általános társadalom bölcseleti kérdéshez jutunk, hogy a posztinternet korában a kollektív, a közösség, az hogyan tud létrejönni, és létrejönne még egyáltalán. És akkor felsorolnám azokat a szerzőket, akik fotoművészetről írtak, Miltényi Tibor, Novotnyi Tihamér, Bán András, Sümegi György, Hídvégi Máté és Fülöp József, és annak demonstrálására, hogy minél többféle műfajban szeretnénk szólásra bírni a művészet, tudomány és a művészet kritika avatott szakértőit. Ugye Szilviának a tanulmányát követi Miltényi Tibornak egy nagyon izgalmas esszéje, ami egy klasszikus művészeti, majdhogy nem írói esszé arról, hogy az esszenciális forma,
az mint fogalom, mint egy új szóösszetétel mit is jelent, és egy Pap Gergely nevű, mondhatni naív fotós és csontvári művészetét állítja párhuzamba ennek a fogalomnak a demonstrálására. Én azt hiszem, hogy nagyon szépen mutatja ez az írás technikailag is azt, hogy a tudomány és az esszé az hogyan fér meg egymás mellett, és kiemelem még a kritika rovatból Hídvégi Máténak a nagyon értő és nagyon mélyreható elemzését, Haris László fotoművészetéről Bán András Haris László könyvét elemezve. Köszönöm szépen a beszélgetést, és a következő lapszámra áttérve, amely az ötödik, tehát a szeptemberi lapszámunk, Turi Attila szerkesztőbizottsági taghoz fordulok most ezúttal ebben a minőségében, hiszen amikor arc fölmerült, hogy egy építészeti, urbanisztikai számot közre kellene adnunk, akkor a szerkesztőbizottság két avatott tagjához fordultam, Turi Attilához és Vadács Bence akadémikus úrhoz, építészhez, aki most sajnos nem tud itt lenni, de ő is részt vett a munkálatokban. És a szakmai előkészítése ennek a számnak és a tematikus összeállítása az kettejükhöz fűződik, és az az első kérdésem akadémikus úrhoz, hogy milyen elvek alapján, milyen érdeklődési területeket bevonva született meg ez az összeállítás, vagy ennek a gondolata? Egyszerűen hadrafogható embereket kerestünk, és lehetőleg minél több fajtát. Azért ez az építészet, ez mégiscsak valamilyen fajta praktikus dolog is. Ugye az egyetlen művészet, amit már meg nem bántva senkit, de amit nem tudunk nélkülözni. Tekintettel, hogy nincs szőrünk, és kell valami hajlék nekünk. Az összes többi nélkül lehet élni, az egy másik kérdés, hogy minek, de ez egy alapszükségletet is kielégítő. És az a tapasztalatom, hogy talán az építészeti írásban egy kicsit le vagyunk maradva mi más művészeti ágakhoz képest. És ebben nem tudom, hogy egyfajta udvariasság van egymás, mert az egy gyakorló, szakma gyakorlók vagyunk, tehát nehezebb azt mondani, hogy nem tudom, hogy mi. Vagy annyira el vagyunk merülve ebbe a szakmába, és tapasztaljuk azt, vagy tapasztalom azt, hogy azok a kiváló művészettörténészek, kritikusok, akik épületről írnak, a feléről tudnak írni. Általában a formáról, valamennyire a tér kapcsolatokról és a hangulatáról egy épületnek, de hát közben, és itt mindjárt átadom Marcelnek a szót, hát azért ez a munkánknak a Néprajzi Múzeum esetében most kis túlzással, és nem akarom, de hát ez volt az eleje, és ez volt a nagy íve a dolognak. És utána jön másfél év, és több ezer ember, és alkuk, és sasszézások, és minden egyéb dolog, hogy az a kezdeti vízió, ami ott megjelent, amelyben úgy érzi az ember, hogy átnyúlt azon a falon, és az elíziumi mezőkön ragadt meg valamit, és át tudta húzni ide, az megvalósuljon. Úgyhogy ezért tettük a számba a nemrég átadott Néprajzi Múzeumot, amit nem szoktuk ezt mondani egyébként, mert hülyén hangzik, meg bocsánat, de szerintem a kor egyik szimbolikus műve. Nagyon nehéz olyan építészeti művet találni, ami ilyen erős tud lenni, és ilyen egyértelmű tud lenni. Nem fogja elmondani Marcel, úgyhogy majd én mondom el, hogy ez egy nemzetközi meghívásos pályázat alapján lett kiválasztva ez a mű, amelyben olyan sztárok is szerepeltek, mint Zaha Hadid irodája, tehát nem a kvázi másodvonal futottak még, hanem Európa és a világ legnagyobb építészei, és drága emlékű Fekete György, aki a zsűrinek tagja volt, talán elnöke is volt, mondta, hogy bontogatták ki a pályázatokat, és mindenki kicsit húzta a száját, hát majd meglátjuk, és kibontották ezt a művet, és mindenki nagy levegőt vett.
lesz első hely. Valóban az építészet egyszerre művészet és egyszerre mérnöki munka, és ott van a megrendelő, ott vannak az anyagi feltételek, és ott van az esztétikai tapasztalat, illetőleg az esztétikai vízió. Nos, Ferenc Marcelnek az esszéje, amely olvasható a Magyar Művészetben, az egy nagyon izgalmas, látomásos, majdhogy nem metaforikus vallomás, konfesszió az alkotás folyamatáról, hogy hogyan született meg a Néprajzi Múzeumnak ez a valóban nagyívű gesztusa, és hogy ebből hogyan lett egy igazi műalkotás. A legnehezebb dolog az alkotási folyamatról vallani. Nagyon nehezen hozzáférhető és nagyon nehezen közvetíthető ez az olvasók vagy a befogadók számára. Én azt hiszem, hogy mégiscsak egy kulcsírásról van szó, tehát azok, akik értelmezni szeretnék a Néprajzi Múzeum épületét, már egyáltalán erre szükség van, szerintem egy nagyon fontos kulcsot kaptak ezzel az írással hozzá, tehát én azt gondolom, hogy megkerülhetetlen lesz ez az esszé a Néprajzi Múzeumot elemző építészet teoretikusok számára. De a kérdésem Marcelhez az, hogy ugye ez egy hatalmas feladat, tehát az, hogy egy emblematikus épület fog elkészülni a Városliget szívében és Budapesten, ez nyilván már a tervezéskor ránehezedett az alkotási folyamatra és a képzeletre. Hogyan tudtál ettől megszabadulni, és mégis felszabadultan alkotni és rajzolni? Ez egy nagyon nehéz folyamat volt, és azért merem ezt megkérdezni, mert hát vallottál arról, hogy igen, ez egy nehéz feladat volt. Köszönöm szépen a meghívást. Több, mint megtisztelő itt lenni ebben az épületben, és egy kicsit visszamennék oda, amikor az épület keletkezett, és az úr, az a bizonyos úr megtervezte ezt a házat, hogy ő mennyire volt művész vagy sem. Nekem ő inkább egy úr volt. És azt a vérvonalat Magyarországon az utóbbi 40 évben 2-3-4 karizmatikus építész képviselte azt a gondolkodásmódot, amit időutazással most itt újra tapasztalhatunk, és az egyik közül hogy az Attila mestere, a Makovec Imre úr, és hagyd tegyem mellé Plesz Antalt, aki pedig a Latinovicsék irányából, a Kondor Béla irányából képviselt egyfajta összművészeti lélekrokonságot, és ezzel az ajándékkal nekünk élni jó. Aztán ezt édesapának valahogy átadták Ferenc Istvánnak, édesapámnak, akit én nagyon tisztelek, és a generációs lépcsőben Attila pedig köztem és édesapa között van, de édesapámhoz képest Makovec úr pedig egy generációval hátrébb, tehát gyönyörűen lépcsőzik föl az a fajta gondolati ív, amit sokat gondolkodtam ezen, valószínű régen is ugyanígy volt, hiszen ha a kutatásokat elvégezzük, megnézzük az építészet történeti láncolatokat, minden minőségi épület mögött egy olyan műhely áll, aminek a volt, vagy leköszönő, vagy leendő mesterei életmű, és az ország számára remek műveket alkottak. Tehát csak műhely körülmények között értelmezhető számomra ez a szakma. Tehát először is azt szeretném így leszögezni, hogy, és ez a tisztelet járna minden magyar embernek, hogy az építész nem egy személyben beszél az alkotásáról, hanem egyfajta olyan műhely titkok kifecsegéséről van itt szó, amit kellő bátorság mellett, de a legnagyobb tisztelettel. És most azért maradtam csöndben, mert nagyon össze-vissza beszéltem, de remélem átjön a lényeg, hogy nem az individuum számít. Pontosan az a kulturális meder számít, ami csak évszázadok alatt kristályosodhat ki. Tehát amikor a Turi Attila azt mondja, hogy 100 éves a Tudományos Akadémia, akkor én őt kisegítem azzal, viszont több ezer éves a Művészeti Akadémia. Csak most újra végre nevet kapott. De ha ebben a mederben gondoljuk végig az épületeinket, és megnézzük azokat a törekvéseket, amiket a századforduló nagyjai tettek, akkor ők több ezer évet utaztak oda-vissza, hogy megtalálják a magyarságnak a identitását. És szerintem nincs más fontosabb annál a művészetben, hogy
anyát és apát találjunk a művészet által. Nagyon örülök annak, hogy a műhelyt és a mester-tanítvány kapcsolatot kiemelted, mert ez egyre több művészeti ágban mintha elsikkadni látszanak, ez különösen az irodalomra gondolok, hogy ott már kevéssé beszélnek arról, hogy itt is valójában hát folyamatosan óriások vállán állunk, és hát ott is igazából csak műhely munkaként és különféle hagyományoknak a találkozásaként jöhetnek létre fontos műalkotások, és hát természetesnek is hat, hogy mindketten Makovecz Imrét szóba hoztátok. Erhard Gábornak egy szintén alap tanulmánya jelent meg ebben a számban Makovecz Imre építőművészetének jelentőségéről, amelyről már nagyon sokan beszéltek, írtak is, és valóban egy olyan életműről van szó, amely a köztudatba és a mondhatjuk így kommunikatív emlékezetben is jelen van. Ugyanakkor még monografikus, mélységű feldolgozása nem született meg ennek az életműnek. Én azt gondolom, hogy ez egy sürgető feladat, visszautalva arra, amivel a beszélgetést kezdtük, hogy az értelmezésnek milyen fontos szerepe van a kulturális identitásunk formálásában, alakításában. Mi lehet ennek az oka, a bonyolultság, az összetettség, vagy az közelség, az emberi közelség, illetőleg én azért Erhard Gábor tanulmányában egy ilyen megszületendő, nagyobb, átfogó értelmezés monográfiának az alapvonalait fölfedezni vélem. Kérdezem Attilát, hogy ez nagy tévedése a részemről. Nem tévedés. Az előző mondatodhoz csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy halál előtt egy-két évben mondta Makovecz Imre ki azt, amit nekem hosszú idő volt megérteni, hogy miről beszél, hogy egy műalkotás valódi értékét nem az önkifejezés, hanem egy kultúra pontos közvetítése adja. És amikor az ember fiatal, hát én, majd én meg, és benne van ez mindig, ezt nem lehet elnyomni, de mégis egy másfajta perspektívát mutatott. Az, hogy a mesternek azt a szerteágazó munkásságát hogyan lehet egy monográfiába földolgozni, most próbálok pontos lenni, és senkit nem rossz helyzetbe hozni. A hagyatékból hogyan lesz örökség, ez a legnagyobb gond szerintem a világon és Magyarországon is. Drága feleségem, aki kedves, nyitott szívű és naív, valamikor szó volt arról, hogy nem tudom, kinek a kiállítása, és akkor szerzői jogok, meg nem tudom, és akkor azt mondja, hogy hát de ő Kossuth díjas. Hát akkor az ő művei nem a magyar államé? És ez egy naívság, de a másik oldalon igaz. Ugye? Tehát amikor egyik oldalon megtisztelve vagyunk, és a nem tudom én mi, akkor utána, hogy van ez? Nyilván ez egy nagyon bonyolult szellemi kérdés. És ugyanez a bonyolult szellemi kérdés van Makovecz Imrével kapcsolatban. Létezik egy alapítvány, amit elsősorban a család és két akadémikus úr, Sáros László és Sáros Lőrinc a kuratóriuma. Ez az alapítvány, ami a Magyar Művészeti Akadémia Kutatóintézetének a fennhatósága alatt van, dolgozik, és tulajdonképpen földolgozta a hagyatékot. Tehát kutatható állapotban van, mindenben van szkennelve, mindenhez hozzá lehet férni, tehát az alapok megvannak ilyen értelemben. A fizikai része megvan. A nagy kérdés a szellemi része. Ez viszont nagyon szerteágazó volt. Mert szellemi örökösként ott van a Kecske, Makovecz utca, tehát az ott lévő építészek, akik, mint én, évtizedekig dolgoztam a mesterrel. Nem biztos, hogy persze alkalmas vagyok arra, hogy ezt földolgozzam, mert sztorizni, hát az nem ez a dolog.
De hát ezen kívül számtalan, akár közéleti, politikai, népművelői vagy közösségszervezői tevékenysége volt Makovecznek, csak egy példát, ugye? A 80-as évek közepén kezdődött a kvázi faluház mozgalom. Gondolják el, Zala Szent László, Isten háta mögött, tulajdonképpen pusztulásra ítélt település, ugye a Vátinak volt egy ilyen kategóriája, hogy mi fejlesztendő, mi stagnálandó, és mi az, ami hát majd lesz, ami lesz. És akkor finom voltam. Eltűnik az iskola, eltűnik az óvoda, eltűnik a közigazgatás, eltűnik az orvos, eltűnik a nem tudom én mi, és az öregek azt mondják a fiataloknak, hogy menjetek innen, mert itt már nincs élet. És ebben a helyzetben a bátrabb tanácselnök és tanácstitkár azt mondja, hogy valamit kéne csinálni. És Makovec oda megy, és megszervezik, hogy a közerdőt kivágják, egy ácsat és a fiát felvesznek állásba, és azok fölgatterolják a fát, és lesz belőle faluház. Túlzás, amit mondok. De azért ez a 80-as évek elején egy kicsit hasonlít nekem Shakespeare Macbethjéhez, ahol Macbethnek azt mondják, hogy addig tart a hatalmad, amíg a börnemi erdő el nem jön. És az erdő bejön a faluba, és 10 év telik el, és megváltozik itt egy világ, ugye? És egy mozgalom kezdődik belőle, aminek az a lényege, hogy csináljunk egy közösségi teret. Ez nagyon hasonlít a ma sokkal profibban működő pajta mozgalomra, ami a gasztronómiával kötődött össze, és így tud művészetet befogadni, kiállításokat, eseményeket egyébként. Ez egy fantasztikusan jó dolog, ez olyan, mint a táncház, csak egy másik fajta formában. A faluházak ez voltak. Mi volt a zalaszentlászlói faluház? Az öregek ott tettek délbe, mert odahozták a kaját, addig is legalább találkoznak, a gyerekek közben ott tornáznak. Na és? Nem kell szétválasztani az élet funkcióit, a régiségben se így volt. És működött, számtalan ilyen faluház épült. Ennek a történetét ma gyakorlatilag nem fogja tudni senki megírni, mert Beke Pál és Varga Tamás, akivel ezt csinálták, a közösségszervezők, nem, nincsenek közöttünk. Talán Lezsákot rá tudom venni arra, hogy írja meg ezt a dolgot, mint ahogy Zelnik megírta ennek egy kicsit mély eszmei, ha tetszik, ezoterikus hátterét Makovec munkásságának, és még legalább 5-6-7-8 ilyen réteg van, és nem tudok írást produkálni, nem tudok, vagy nagyon nehezen fogok tudni szerezni olyan írást, ami Makovec Imre és a Rudolf Steineri antropozófiáról szól. Mert hogy ő mondta, minden, amit ő tud, az alapja ez. Az egy másik, hogy ő magát nem tartotta antropozófus építésznek. Tehát össze kéne szednünk ezeket a szilánkokat és morzsákat, amiből valamit talán össze tudunk tenni, mert az egyetlen ember, aki meg tudta volna írni ezt a könyvet, az egy évvel Imre után elment, Gerle János. Úgyhogy Gábor erre hívja itt fel a figyelmet, hogy egy óriási hiányunk van, mert ezt meg kellene tenni, különben ez hagyaték marad. Igen, és itt is eljutottunk a művészet közösségépítő feladatához, és akkor azt kérdezem Marceltől, hogy valóban a műhely, az apák és a mesterek szerepéről beszéltél. Vannak-e tanítványok, hiszen ugye az építész alapvetően építész irodában dolgozik, gondolom én, hogy ott vannak építész hallgatók, meg fiatal építészek, akik tanulnak, de vajon ebből lesz-e mester-tanítvány kapcsolat, szokott-e lenni ritkaság, kitüntetett pillanat, vagy pedig mondjuk a te gyakorlatodban ez egy komoly kihívás és feladat, hogy valóban műhelyként is működjön az építész iroda? Nem árulok el, itt annyi nemes arc ül, hogy
Az öreg mester azt mondta, ez a másik mester, ez a Plesz mester, most ilyen mesterek anekdotájával dolgozunk, hogy azért vigyázzál, hogy kinek mondod el azokat, amiket én neked elmondok. Mert ezek a fegyverek két irányba sülnek el, vagy a cél irányába, vagy az illető, a célzó ravasz irányába. És én ezt sose akartam megérteni. Mindig azt gondoltam, hogy mindent mindenkinek oda lehet adni. Most is azt gondoltam ebben az írásban egy picit. És akkor otthon persze szólt a kedves feleségem, hogy ezt biztos, hogy nem adod közre, ami most bekerült. Hát mondom, akkor biztos közre adom. Úgyhogy én bennem van egy ilyen kicsit meggondolatlan vakmerőség, ami, hogy mondjam, az önvédelmi rendszert kikapcsolva is inkább próbál őszinte lenni. Még sose bántam meg. Ezt próbálom képviselni az oktatásban, és én azt gondolom, hogy az nem egy jó dolog így kifigyelni, megpróbálni utódot nevelni. Szerintem jobb az, amikor a fészekből bárki kirepül, aztán vagy repül, vagy nem. Tehát, hogy nem szabad nagyon dédelgetni a tanítványokat. Van szemünk, mindenki látja, hogy kibe van tehetség. Pillanatosan szabad őt óvni, mert akkor sérülni fog a szelleme. Meg kell küzdenie minden egyes pillanatért, és ez megtörténik egy apa-fia műhelyben is, hogy az nem úgy megy, hogy az maga fölé emeli az édesapa a fiát, hanem még jobban meggyomrozza. Eltanácsolja például az iskolába, hogy ne folytassa az építészkart, mert az a szint nem megfelelő. Tehát az egy kemény rendszer. Ezzel kezdem az írás tulajdonképpen, hogy mindent elkövetnek a mesterek, hogy ne legyen utódjuk. Talán úgy, mint a zenészek között is, ugye, hogy annak a pokol mélyére kell menni. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas dolog. Én ezekkel szoktam szórakoztatni a hallgatóimat, hogy ilyeneket mesélek nekik, és akkor némelyik így, kicsit így, úgy beleszeret ebbe a dologba, és akkor abból remélem, hogy lesz is belőle ember. Vagy hát mi is közösen próbálunk azokká válni. Nagyon személyes is az írásod, és ez a személyesség és őszinteség az átüt rajta. Tehát azért is mertem erre rákérdezni, mert valóban a személyesség az ma már vakmerőségnek tűnik a művészetekben, és nagyon sok művész próbál, vagy alkotó próbál is elfordulni ettől. És nagyon izgalmas volt számomra, olvasó számára, hogy egy építész, akit rigorózus mérnöki hivatás gyakorló és mesterként képzelünk el, ilyen személyes mer lenni egy írásbeli megnyilatkozásban. Utolsó témaként, mert lassan végére járunk az időnknek, mindenképpen föl szeretném vetni az építészeti múzeum kérdését, hiszen egy írás foglalkozik ezzel, Almási Kornél és Kovács Dániel közösen jegyzett írása, az építészeti múzeum múltja, jelene és jövője, és az a fő címe az írásnak, hogy otthont emel az építészet múzeuma. Nem annyira a konkrétumokra lennék kíváncsi most, hiszen azok elolvashatóak, hogy hogyan építkezik az építészeti múzeum, és milyen tervei és milyen eredményei vannak, hanem hogy az építészeti múzeum eszmeisége az pontosan mit takar, és most tegyük félre azt, hogy milyen lesz ez az építészeti múzeum, milyen lehet egy építészeti múzeum, hogy lehet az építészetet múzeumba tenni, hiszen látványos, megkerülhetetlen, tulajdonképpen mi is benne és közte élünk. Nos, egy alapvető dolog. Mi az építészeti múzeum? Mi az a művészet, ami egyébként körbevesz bennünket? Mi az a művészet, ami a legnagyobb és legmélyebb hatást tesz ránk, az építészet? Ezt nem más művészetek kárára mondom ezt a dolgot, hanem egész egyszerűen minden nap, a mindennapok, ha rossz felé nyílik az ajtó, azt minden nap idegesen nyitjuk ki. Ilyen értelemben értem a dolgot. Elvben ennek is valamilyen fajta üzenetének kell lennie. Én most nem megyek vissza 100 év történetére, hogy ez hogy van és hogy alakult, és van-e és nincs és egyéb ilyesmi. Mit mutasson be egy építészeti múzeum? 100 akantuszos oszlopfőt? Szerintem kutya nem jön be. Csak mi? Tehát ilyen. Nekünk meg ezt fejből le kéne tudni rajzolni. Elég baj, hogy nem tudjuk adott esetben. Mit mutassunk be?
mivel tudjuk az embereket odahívni. Én azt gondoltam, és azt fogalmaztam meg, hogy Magyarország, ha meggondolják, akkor Magyarország a kényszerépítkezők országa. A Magyarországon a bérlakás állomány az 10% alatt van. Ausztriában ez közel 50%, ha jól tudom. Nagyon kifinomult lakásszövetkezetek vannak, tehát ha valaki egy ilyenbe beszáll Bécsbe és Linzbe lesz állása, akkor gyakorlatilag egy ugyanolyan lakásba átmehet, és akkor ez ki van találva, hogy mondjuk 30 év alatt ez már saját tulajdona, ez persze addigra éppen fel kell újítani a gépészetet, de ezt mindenki tudja, hogy ez így van. Magyarul, hogyha már nyugdíjas lesz, és már a jövedelmei visszaszorulnak, akkor ne lehessen kitenni az utcára. Akkor már egy biztonsága legyen. Ez Ausztriában azt hiszem 6 vagy 7 ilyen lakásszövetkezet van, ezeket iszonyatos mértékig ellenőrzik minden évben, tehát a zsebiket kiforgatják, a nem tudom, mert a lakhatásnak a szociális kérdését az osztrákok ezekre a társaságokra hagyományozták. Magyarország máshogy működik, Magyarország a kaláka, a magának építés világa, a megcsináló okosba világa, ezért a magyar állam ugye az utóbbi 10 évben azt mondja, hogy valamilyen fajta szociális támogatással, egyéb ilyennel segítsük ezt, azért csók, stb. Magyarok ezt a rendszert választották. Na most ebben a helyzetben erre mondom én azt, hogy kényszerépítkező, főépítész vagyok, és voltam Budakalászon, tehát 25 éve beszélgetek az építkező emberekkel, és látom, hogy sokszor erőkön felüljünk, és hogy mondjam, nincs képük arról, hogy mi vár rájuk. Vágyaik vannak, látják az újságba képeket, hú, ilyen, meg decsini, meg nem tudom, és akkor nekem a munkámnak a 80%-a az volt, hogy őket helyes képbe hozzam, arányos képbe hozzam, amit meg is tudnak csinálni. Hogy a történetekre, hogy mi fog történni, hogy ez hogy fog működni ez az egész rendszer, hogy értsék, hogy elmondjam, hogy nyugodtan jöjjenek vissza hozzám. Én nem fogom oponálni a építész kollégának a terveit, azért nem fogom, mert nem bizonytalaníthatom el őket. Hát most egy életük pénzét és adósságát akarják elküldeni, én meg elmondjam, hogy ez vacak az a terv. De fölnyithatom a szemüket arra, hogy a 60 négyzetméteres lakókonyhás nappaliba nem egy 3 négyzetméteres előszobán keresztül megyünk be. Makovecztől tanultam a módszert. Igen, igen, látom. Á, előszoba, igen, hát ilyen kicsi, ilyen cselédbejáró. Nem kell többet mondani. Következő vázlatban már normális, befér a gardrób, nem esünk hasra, nem tudom én miben, mert rájönnek, hogy az arányok. Elvesz 3 négyzetmétert, 4 négyzetmétert a nappaliból, semmivel nem lesz drágább, de oda teszi egy kicsit a dolgot. Lesz csili-vili fürdőszoba, ugye? Plafon is csempézve van, minden egyéb ilyes. És akkor ember megkérdezi, hogy bocs, tényleg nagyon jó, tehát nagyon jó, tehát olyan, mint egy korbonsztant, tehát... És tessék mondani, hol tetszik majd teregetni? Hát a fregoli. Hát mondom, az tényleg érdemes 3 milliót elkölteni a csempére, amikor 2 fregolin fognak a gyerekruhák és minden egyéb záradni. Nem kellene egy olyan háztartási helyiség, ahol esetleg rumlit is lehet hagyni, nem kell rendet rakni, oda beszorjuk, le van ejtve, majd holnap kivasalom, nem tudom. Hát de... Tehát, hogy föl kéne világosítani az embereket, bocsánat, nem folytatom ezt az ömlengést. Tehát én az építészeti múzeumot részben egy ilyenfajta szolgáltató múzeummá gondolnám. Ahova érdemes bejönni, ahol bizonyos szolgáltatókat, cégeket oda lehet ültetni, és nem, hogy mondjam, rádumálni, adjátok el a terméketeket, hanem akkor mondjátok, hogy milyen okosságot tudtok. Hogy ti tudtok olyan hőszigettel, téglát, betont, izét, stb. Nem tudom én mit. Ennek ez és ez az előnye, de mondjátok el azt is, hogy a ti rendszeretek nem a bölcsek köve, egy idő után át kell más rendszerekre menni, és ottan majd lesznek surlódások, és ottan okosnak kell lenni, és oda kell figyelni, de tudtok valódi tanácsot adni. Ez az egyik dolog. A másik az, hogy nyilván ez hosszú dolog, hogy a képzőművészet, tárgy és képalkotó művészet miért szorult ki az építészetből. Mikor fogalmazódott meg az a hibrisz, amikor azt mondtuk építészek, hogy mi mindent is tudunk.
ugye? Egy pár ezer évig, mintha nem ez lett volna a módszer. Ez nem helyes szerintem. Nem tudunk mindent is közvetíteni. Nekünk szükségünk van arra a lebontó képességre, amit a képzőművészet tud adni. Mi, építészek, elképzelhető, hogy el vagyunk ájolva fél négyzetkilométer ablak nélküli téglafaltól, de normális ember ezt téglagyárnak hívja. Mert nincs lebontva, mert nem kézzel fogható, nem megy végig ez a dolog, és ebben nem azt gondolom, hogy nekünk mindent is meg kell tervezni, hanem lehetőséget kell adni üvegművészeknek, képzőművészek, bárminek, hogy segítsék ezt a dolgot. Az új minisztériumnak, miniszter úrnak az akadémián tett látogatás, akkor fölvetettük Marcellel, hogy valaha volt egy ilyen úgynevezett 2000-es törvény, nyilván ez az 50-es években született, nyilván a ideológiáját nem mondom, legyen most 3000-es törvény. Tehát állami beruházásnál nyilván olyan szituációban, nem egy magtárba, de mondjuk egy iskolába, egy kórházba, nem tudom mi, a beruházási összeg 3000-ét tessék szíves lenni képzőművészetre fordítani. Kötelezően. Szerintem érdekes szituációt lehet belőle kihozni. Legyen ez fotóművészet, bármi. 3 éve adták hát egy iskolámat Budakeszin, és néztem a csupasz falakat, és akkor mondtam, de jó, hogy gyerek vagy te, Túri, így elvbe elmondott ezeket a nagy dolgokat, a valóságban ott vannak a csupasz falak, úgyhogy megkerestem Orosz Pistát, aki budakeszi lakost, és a feleségét, hogy adjatok képet ingyen, mármint nyomtatásra. Bementem az önkormányzathoz, mondtam, vegyetek IKEA kereteket, ennyit és ennyit, ekkorát. Én kinyomtattattam a képemet, a képeket, és a fiammal fölfúrtuk a falra, hogy ne legyen üres. És egy orosz kép, az Orosz Pistának ezek a innen is nézhetem, megőrülök típusú képei, azt gondolom, hogy egy 14 éves, 13 éves gyereknek inspiratívak. Átviszi egy olyan világba, ami még nincsen. És azt mondtam az igazgatóasszonynak, hogy ne tessék ezeket a képeket ilyen szentségként óvni, tehát ne tessék tönkretenni, de, hanem én annak örülnék, ha 10 év múlva ide visszajövök, és tele van képpel a fal. Gyerekrajzokkal, sporteseményekről készült büszke kiállású fotókkal, hogy élő legyen ez a fal. Egy legenda legyen. Mert egy ilyen intézményt, mondjuk egy iskolát, akkor marad fönt, ha lesz egy saját legendája, egy saját mítosza. Mondok egy példát, és akkor ebben befejezem. Van egy zseniális építész, Péter Hübnernek hívják, Stuttgart környékén dolgozik. És neki van egy sajátságos ilyen a közösséget bevonó módszere, de ez nagyon hierarchikus, tehát a ceruzát nem 20-an fogják, mert abból nem lesz rajz, hanem bevonja őket megfelelő időszakokba, tehát például amikor a terv már úgy kezd úgy jegecesedni, úgy kezd úgy megmerevedni, akkor a szülők csinálnak modellt, 1:20-as modellt, amiben gyerekek be tudnak bújni. A szülők csinálnak is agyagfigurákat, mert a tér önmagában, ez a tér is, ha nem vagyunk itt, üres, értelmetlen. És egy ilyen iskola kialakult, egy ilyen virágszirom alapú, középen egy aula, és megcsinálták. És annyira jól sikerült a dolog, hogy mindig egy jó tanuló gyerek aznap föl van mentve, és ő az, aki körbe vezeti a vendégeket, mert nagyon sokan jönnek megnézni. És a Hübner visszament 10-15 év múlva, és ott egy kis fő, igen, tetszett, nézd, papa, és elkezdte mondani, hogy hát, és akkor ez úgy volt, hogy akkor jött az építész, és akkor mi megmodelleztük a hizét, és belebújtunk, és megnéztük, hogy jó-e, és nem tudom, csak meg se született, amikor ez történt. Mi történt? Egy mítosz lett. Egy teremtés története lett az iskolának, ami egy picit más, mint a állj egyenesen, legyél rendes világ. Ennyit akartam mondani. Köszönjük szépen, és végére is értünk a lap bemutatónak. Köszönöm szépen a vendégeknek, hogy elfogadták a
meghívást, és önöknek, hogy eljöttek és érdeklődtek irántunk. Még fölhívom a figyelmet arra, hogy podcast sorozatunk is van, és a fotoművészeti lapszámban Szarka Klárával, az építőművészeti lapszámhoz kapcsolódóan pedig Vadász Bencével készített podcast beszélgetés Sturm László kollégám. Most pedig maradjanak velünk egy beszélgetésre, kocintásra még rövid ideig. Köszönöm szépen!